Sziasztok! Fanni vagyok, és hát azt most már nyilván tudjátok, hogy csináltunk egy 21 napos kihívást, úgyhogy a karma vizet ittuk 21 napon keresztül. És a saját tapasztalataimról szeretnék nektek most mesélni, amiket itt a 21 nap alatt szereztem, illetve megfigyeltem, illetve egy kicsit még így utána is, mert nyilván a vizek is, ahogy az óráink, illetve a gyakorlataink is nem csak akkor hatnak, amikor az ember éppen issza vagy csinálja, hanem ez egy, mivel élő energiával dolgozunk, és ez az élő energia hat az összes termékünkön keresztül is, ahogy a gyakorlatunk keresztül is, ezért ez egy folyamat. Tehát ez ilyenkor ez elindul, ilyenkor elindul valami, és ilyenkor ez tovább folytatódik. Amikor elkezdtem ezt a 21 napot, én először azt hiszem, talán Mária említette, hogy érzett egy ilyen keserű ízt. Na, ezt én is éreztem. Úgyhogy eleinte nem annyira ízlett a víz, viszont azt is megfigyeltem, hogy úgy csúszik. Tehát, hogy nagyon könnyen iszom. És eleinte kicsit többet is ittam, mint a napi egy liter. Azt hiszem, úgy indult, hogy 2 litereket ittam naponta. Aztán ez egy kicsit változott. Általában olyan 1,5-2 liter maradt végig a 21 nap során. És amit rögtön, szinte ilyen 1-2 napon belül megfigyeltem, hogy jött egy ilyen érzés, hogy nem bírom elviselni azt, ami nincs igazságban. És ez olyan erős volt ez az érzés, így tényleg szinte feszített. És először ez volt, és ennek volt egy erőjellege is. Tehát azt éreztem, mintha ez így erővel is töltene. És aztán, rövidesen, jöttek is olyan helyzetek az életemben, amikor bele kellett abba állni, hogy mennyire tudom azt élni, ami igazságban van. Ami tényleg ahhoz a fényoszlophoz tartozik, ami vagyok, és annak megfelelően mennyire engedek. Vagy hogy ebből mennyire lépek egy picikét ki. Nem nagy dolgokról van szó, de hogy mennyire adok még ennek teret. És igazából az történt, hogy nem tudok. Nem tudok már ezeknek teret adni. Aminek én egyébként örültem, mert nyilván ez egy út, hogy az ember abba, aki valójában önmaga, abba tényleg úgy meg tudja vetni a lábát. És hát ez sok-sok év gyakorlása, változása, hogy most egy kicsit azt tapasztaltam meg, minthogyha úgy jobban meg tudnám ebben a fényoszlopban úgy vetni a lábamat, hogy már nem annyira akarok kifele léptelni, és kompromisszumokat kötni a világban. Ez nekem egyrészt egy örömteli megfigyelés volt, másrészt nyilván volt nehézsége is. Éreztem egyrészt az elszántságot önmagamban, viszont megjelent a gyászérzés is ezekben a helyzetekben, amik elértek ez alatt az idő alatt. Viszont ami még nagyon más volt, hogy nem tudott úgy megrángatni, úgy berángatni. Tehát a fájdalom nyilván az megjelent, emberek vagyunk, de nem éreztem azt, hogy úgy elsodor. Rám mindig jellemző volt régen, hogy úristen, akkorákat tudtam érezni, és totál ki tudtam készülni, és ki tudtam feküdni, hogyha úgy valami tényleg úgy mélyről jött, vagy mélyre ment be. És
És most ezt figyeltem meg, hogy ez nem. Tehát jobban átcsúszott rajtam, sokkal-sokkal jobban, mint ez idáig. Illetve a fókuszom, a koncentráltságom az sokkal erősebb volt. Valamint, már említettem ugye ezt a gyász szót, ezt éreztem igazából, és ez valahol szép volt, mert egy olyan érzés volt, mintha így folyna kifele valami. És ennek volt egy gyász érzete. De valahol azt is éreztem, hogy ez helyén van, ez rendben van, és hagytam. És egy ilyen, kicsit egy ilyen, talán egy ilyen gyermeki megfigyelő, ezt tudnám, vagy ahogy a gyerekek úgy figyelik a világot, ahhoz tudnám hasonlítani ezt, hogy így figyeltem, hogy jé, ez történik. Jönnek, mennek az események, és én is valahogy benne vagyok, részt veszek benne, de leginkább itt belül egy ilyen megfigyelő jelleg volt bennem. És azt éreztem, hogy közelebb is kerültem ezáltal ahhoz a nagyon tiszta maghoz, ami hát mindannyiunkban ott van. És nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy nekem ez volt a legfontosabb tapasztalat, és azóta is azt érzem, hogy ez a folyamat folytatódik, illetve halad tovább szépen. Jó érzés volt az, illetve azóta is, hogyha iszom ezt a vizet, jó érzés. Még, de ez inkább egy ilyen testérzet szintjén jelenik meg, hogy van egy átmosó jellege. Tehát tényleg, mintha valamit így átmosna az emberben. És fizikai szinten is tapasztaltam ennek a hatását, úgyhogy az aszimmetria, ami volt a testemben, a bal és a jobb oldal között, az nagyon erősen korrigálódott volt, és egy olyan fázis, amikor ilyen gyulladásszerű érzés megjelent, majd volt is egy kicsit így, be is duzzadtak itt a lágyék területeknél a mirigyek a jobb oldalon, és hát ilyenkor, hát mit csinál az ember, én is elmentem orvoshoz, és a kicsit gyulladt, duzzadt állapot az nyilván megállapítható volt, de fizikailag egyébként semmi probléma nem lépett föl, viszont azóta megfigyeltem azt, hogy volt egy ilyen, volt ez a kicsit ez a gyulladt érzés, állapot, és utána volt egy ilyen, kicsit egy ilyen feszítő érzés is, itt a medencémnél, kerescsont, illetve itt a csípőmnél éreztem, és azóta viszont egy sokkal nagyobb belső teret figyeltem meg magamban. És hát az ezzel nyilván szintén járnak lelki változások is, sokkal nagyobb nyugalom, biztonságérzet, úgyhogy ez volt az, ami még nagyon-nagyon jelentős volt, és hát ez a változás a fizikai síkon jelent meg. És hát erről is azt tudom elmondani, mint ahogy a kicsit szellemibb lelki folyamattal kapcsolatban elmondtam, hogy ez is halad tovább szépen azóta is. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és várunk benneteket továbbra is az óráinkon, a különböző csatornáinkon, nagyon nagy szeretettel. Köszönöm, és Isten áldjon veled!